Köszöntöm a Pilis TV stúdiójába dr. Fetter Ádámot, Pilis Vörösvár polgármesterét, és hát ugye ez az ilyenkor szokásos újévi interjúnk, amiben egy kicsit összegezzük az elmúlt évet, meg hát megpróbálunk egy kicsit a jövőbe nézni, úgyhogy elsőként arra is kérem, hogy úgy összességében értékelje, hogy milyen volt a 2023-as év Vörösváron. Mozgalmas és nem szokványos, épp hogy megkezdtük a 2023-as évet a Sberbankban ragadt pénzünknek a visszaszerzésével, már a rezsi csökkentéssel kellett foglalkoznunk. Mindenki tudja, hogy elszabadultak a rezsi árak, és azt kellett kezelni. Azt gondolom, hogy a hivatali kollégák segítségével a maximumot hoztuk ki a megtakarításból. Egy nagyon tartalmas és feszített évet zártunk. Volt gyakorlatilag minden ebben az évben, ami egy átlagos ciklusban évben elképzelhetetlen. De azt szokták mondani, hogy a jóisten mindenkire annyit terhet tesz, amennyit elbír. Nagyon sok manapság, az átlagosnál is több a változás. Ehhez folyamatosan alkalmazkodni kell, mindig napra késznek kell lenni, és egy pillanatra sem szabad hátradőlni, elengedni a gyeplőt. Ahogy az ember egy kicsit lazít, enged, a szorításon útjára indul a dominó effektus. A folyamatos változások egy erős nyomás alá helyezik a döntéshozókat, és mindig új kérdéseket, új megoldási stratégiát várnak. Hiszem, hogy a 2024-es esztendő egy kicsit könnyebb és kiszámíthatóbb lehet. Ha ezek a dolgok egy kicsit kiszámíthatóbbá válnak, amikkel eddig meg kellett küzdjünk folyamatosan a ciklus során, akkor azt gondolom, hogy már nyertünk. De mindezektől függetlenül a folyamatos változások azért inspirálják és dompingolják az embert. Azt gondolom, hogy változás nélkül nincs fejlődés. Engem felvillanyoznak a változások. Sosem éreztem magamban annyi erőt, mint mostanában. Azért megemlíteném azt is, hogy nagyon nehéz, nemhogy éven, hanem ciklus vége felé közeledünk. Én, ahogy monitoroztam a múltat, nem gondolom, hogy ilyen komplex és ilyen összetett probléma halmazzal bárkinek is meg kellett birkóznia. Mindezek ellenére folyamatosan fejlődik a településünk. A 2024-es esztendőre nézve abszolút optimizmussal tekintek. És akkor nézzük most egy kicsit konkrétabban a dolgokat. Ugye ez egy összegzés volt, és akkor menjünk bele egy picit a részletekbe, ha nem is lehet teljesen áttekinteni ennyi idő alatt az egész évet, de azért egy-két dolgot emeljünk ki, mi az, amiket sikerült megvalósítani, mi az, amit sikeresnek érez ebben az évben. Nagyon sok projekten vagyunk túl, az összes fontos számomra egytől egyik, mindegyik más és más. A teljesség igénye nélkül például a napokban átadtuk a több mint 1 milliárd forintos beruházású bölcsödénket. Amikor polgármester lettem, szó szerint az első nap elkezdtem a lobbit a megvalósítás érdekében. Nem volt könnyű projekt, de készen lett határidőben. Bízom benne, hogy április 1-jével a kisgyermekek már birtokba is vehetik. Debütált az idén az úgynevezett én UBM sátornak hívom. Ez is egy óriási dolog, hogy az egyik legnagyobb adófizető céggel egy olyan szintű kapcsolatot sikerült kialakítani, ami társadalmi felelősségvállalásból nem csak hogy jeles, hanem egy tankönyvi példa is lehetne. Elkészült a búcsútéren létesített park is, a Szabadságút elejé árok és parkoló rekonstrukció, amely egy nagyon kulturált utcaképet mutat.
lecseréltük a buszmegállókat, napokban átadásra került az áportározónk is, de hamarosan a napokban a Görpark is átadásra kerül. Folyamatosan fejlesztettük a szakorvosi rendelőnket, ebben az évben is eszközvásárlással, egy CTG, egy szívhangvizsgáló készülékkel, valamint a nappali fektető helység is átadásra került. Teljesen megújult a korábbi gazdaságtalanul üzemeltethető közvilágítási hálózatunk. Ezek mind-mind komoly és soha nem látott fejlesztések Vörösváron. Ahogy beszélek róla, szinte hihetetlennek tűnik, hogy ennyi mindent sikerült megvalósítani. És akkor a több kilométernyi járdaépítésről, új szilárd burkolattal ellátott utcákról nem is beszélek. De mindezek ellenére a legbüszkébb arra vagyok, hogy a vörösvári lakosokat nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is meg tudjuk becsülni. A támogatások összegét folyamatosan emelni tudjuk, a babacsomagot javaslatomra bevezettük, és hamarosan átadjuk a 300-at, és az ezzel járó anyagi támogatást a kezdeti 10.000 forintról 15.000-re tudtuk emelni. A 70 év felettiek ajándékutalványainak a névértékét is évről évre emeljük. Úgyhogy van elért eredmény rendesen. És akkor hát ugye ezek voltak az eredmények, de van esetleg olyan, ami nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, mint ahogy szerették volna 2023-ban? Folyamatosak a kihívások. Nyilván az ember úgy van kódolva, én legalábbis úgy vagyok kódolva, hogy egyre többet és többet szeretnék elérni, megvalósítani. Ezt szeretném, hogy a vörösváriak is egyre jobban érezzék magukat itthon. Persze nyilván van olyan, amit nem sikerült elérni. Nem is sorolnám, mert hosszasan sorolhatnám. Nem az a lényeg, hogy mit nem sikerült, hanem szerintem az a lényeg, amit az előbb a teljesség igénye nélkül felsoroltam, hogy mit sikerült elérni. Szerintem az a kulcs, hogy sokkal-sokkal többet sikerült elérni, mint amit elterveztünk, mint amit a legmerészebb álmunkban is megmertünk álmodni. Ezek a dédelgetett álmok, ezek azt gondolom, hogy javarészt megvalósultak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a jó kapcsolat is a környezetünkkel, a jó kapcsolatok kialakítására is törekszem. Mindenki tisztában van vele, hogy a Pinis környéki települések megteltek, fulladoznak az átmenő forgalomtól, fulladoznak az autóforgalomtól, erre megoldást kell találni záros időn belül. A Pinis környéki települések közlekedési forgalom okozta terheit kezelni kell. Ez még egy dédelgetett álmom, de hiszek a mi hamarabbi megvalósíthatóságában. Ezen is szeretnék a jövőben dolgozni. Hangsúlyozom, ez nem egy kizárólag vörösvári vonatkozású projekt. Ez komoly, koncepcionális összefogás és egység nélkül nem megvalósítható. Azt gondolom, hogy erre egy jó példa is lehet kicsiben. Ez a Trafibox projekt. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy egy nagy projektben való települések közti összefogást készítsen elő, ugyanis a Trafibox projektben sikerült összefogni a környező településeket. Ehhez azonban komoly alázatra, kitartásra és rengeteg munkára van szükség, hiszek ennek a megvalósíthatóságában. Nem volt könnyű az év, és nem volt könnyű tulajdonképpen az egész ciklus sem. Mit vár 2024-től? Rengeteg a terv, hogy az előbb is elmondtam, rengeteg a megvalósítandó dolog. Sziklaszirálddal várom az elém gördülő újabb kihívásokat. Én azt gondolom, hogy sosem voltam ígérgetős, nem is nagyon lehet rajtam számon kérni olyat, amit ígértem volna, és nem valósult meg. Százszor inkább csinálom a dolgokat, mint hogy beszéljek róluk, ezt otthonról hoztam. Kevés beszéd, több cselekedet. Nagy tervezgető sem vagyok, ahogy álmodozó sem. Szeretek a földön járni, de azért én is szeretem a szépet és a jót. Az adódó lehetőségekből
szeretem mindig kihozni a legtöbbet és a legjobbat. A ciklusom alatt is számos spontán ötletből és lehetőségből lett valóság. Idén is a maximumot szeretném kihozni a lehetőségekből, de ne felejtsük el, hogy mindezekhez szükség van egy támogató testületre is, és egy támogató, elfogadó lakosságra is. És akkor egy utolsó szokásos kérdés, hogyha egyetlen kívánsága lehetne 2024-re Vörösvárnak és a vörösváriak, akkor mi lenne az? Ha csak egyetlen kívánságom lehet, akkor én békét kívánok mindenkinek, mert azt gondolom, ha béke van, és mondjuk egészség is van, ez már kettő, de hadd kívánjak kettőt, és akkor békét és egészséget kívánok. Ha ez a kettő van, akkor azt gondolom, hogy minden van, minden megvalósítható. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és hát, hogy így indítjuk az új évet, hogy mindezt elmondta a nézőknek és nekünk. Akkor békés új évet kívánok mindenkinek. Szeretettel.